Eddig minden magyar görögkatolikus püspök szentelésen tiszteletét tette. Most az Ábeletje szentelésére is Magyarországra érkezett Pittsburghből. Miért tartja szívügyének, hogy személyesen legyen jelen egy ilyen eseményen? A 18. századi és 19. század elejé emigráció és az emigrációs dokumentumokat tekintjük, minden arra utal, hogy mi a bizánci egyházmegyék tagjai, a magyar, román, olasz, szláv népeket egyesítő egykori osztrák-magyar monarchiából érkeztünk az Egyesült Államokba. Így gyökereink közösek, kapcsolódunk egymáshoz. Szívesen jövök Magyarországra, és ugyanígy Csehországba, Szlovákiába, Ukrajnába, Horvátországba. Ezek a látogatások összekötnek minket, akik Magyarországról vagy a többi országból érkeztek. Mióta ismeri Ábel atyát? Milyen kapcsolatot ápolt vele Amerikában? Ábel atyával, aki bazilita szerzetes, annak kapcsán találkoztunk, hogy vannak bazilita szerzetesi közösségeink az Egyesült Államokban. És más országokban, így Magyarországra is eljöttem meglátogatni a bazilita atyákat. Akkor ő a rendtartomány főnöke volt. Majd később maga is kiutazott New Jersey-be, Matavamba. Jó a kapcsolatunk, mert hasonló a múltunk, és érdekesnek találom a görögkatolikus hitben való vallási és lelki érzékenységét. Ön az ötödik metropolitája a bizánci görögkatolikus metropolitai egyháznak. Melyek voltak legfőbb intézkedései 6 éves kormányzása alatt? Ez alatt az idő alatt visszatértünk a bizánci klérus házasság kötésének hagyományához. Sokat fáradoztunk azon, hogy ez megvalósulhasson, hiszen 70 éven keresztül tilos volt házasságot kötni a klérusnak az Egyesült Államokban. Az amerikai püspökök munkájának és a keleti kongregáció segítségének köszönhetően lehetővé vált, hogy fölszentelés előtt házasodhassanak a papjelöltek. És ettől kezdve fogadhattunk házas papokat is Kelet-Európából, ami nagy segítség volt számunkra. Körülbelül 20 pap érkezett Szlovákiából, Ukrajnából és még néhány európai országból, ami az egyház fejlődésében jelentett előrelépést. A másik fontos intézkedésnek tartom, hogy a teológiai szemináriumi képzésünket akkreditálták. Ennek következtében intézményünk ma már az Amerikában is akkreditált teológiai diplomával ismerheti el a nálunk végzettek teológiai tanulmányát. Hány egyházmegye tartozik irányítása alá? Hogy lehet személyes maradni egy ilyen kiterjedésű közösségben? Az első kérdésre egyszerű a válasz. A Pittsburghi főegyház megye a legnagyobb az amerikai görögkatolikus egyházban. Ezen túl van 3 nagy egyház megye. A Passaic, New Jersey, a Parma, Ohio és a Phoenix, Arizona. Kalifornia már Phoenixhez csatlakozott. A második kérdés már bonyolultabb, hiszen az Egyesült Államok nagy ország, ahol sokat kell utazni. Egy évben általában 40-50 ezer mérföldet utazunk. 2 hét alatt átlagosan 7 különböző utat is megteszek, hogy találkozom az emberekkel. Próbálom fölmérni, hogy mi történik országszerte a parókiáknál és az egyházi közösségekben. A folyamatos migráció következtében egyes egyházközségek növekednek, máshonnan az emberek elköltöznek. A kihívást mindig az jelenti, hogy az egyház ott legyen jelen, ahol szükség van rá. Milyen kihívásokkal kell megküzdeni a görögkatolikus egyháznak Amerikában? Sok-sok kihívással kell szembenéznie az egyháznak ebben a szekularizált és materialista világban. Nem mintha ördögtől való dolog lenne a munka kényszere és a pénzszerzés, de könnyen elvonja a figyelmet a lelkiségről és a családi életről. Több ember figyel az üzletre, mint amennyi a családjára és a hitére.
A bizánci katolikus metropolitai egyház az egyetlen sui juris, azaz autonóm görög egyház Amerikában. Milyen előnyeit és hátrányait élvezi ennek az önállóságnak egyháza? Ez egyedülálló helyzet, hiszen a mi metropolitai egyházunk az első sui juris egyház a bizánci rítusú közösségek között az Egyesült Államokban. Olyan helyen lehet jelen a görög-katolikus egyház, amire csak sui juris jogosít fel. A sui juris metropolitai egyház képviselője épp úgy, mint Magyarországon Fülöp metropolita, részt vehet a szinodusokon. Például a most októberben megrendezésre kerülő szinódus a harmadik, amelyen én is jelen lehetek. A sui juris megadja a lehetőséget, hogy hangot adhassunk saját véleményünknek. A keleti kongregációban pedig minden metropolita elmondhatja saját egyházának szükségeit, gondjait, ami által a pápához is eljutnak a kérdések és a változtatásra való igényük. Hogyan tud fennmaradni, és mit tud kínálni egy ősi, hagyományokra épülő egyház egy olyan világban, ahol számos új alapítás vallási közösség jön létre évről évre? Az Egyesült Államokban minden évben körülbelül 300 új egyházat alapítanak. A jog teszi lehetővé ezt. Ez egy nyitott rendszer, ami megengedi bárkinek, hogy új egyházat alapítson és sajátos módon hirdesse az evangéliumot. Amit mi kínálunk görög-katolikus közösségként, az az ősi görög és kelet-európai egyházhoz való kötődés, az Úrral való találkozás sajátos útja. Azt tapasztalom, hogy a többi egyházi közösségbe, a római, de akár protestáns közösségekbe is sok bizánci szokás terjed át. A görög-katolikus egyház olyan, mint a kis élesztő az Isten egyházának nagy kenyerében. Mi ezt a szerepet megpróbáljuk erősíteni, és így szolgálni az Isten népének növekedését. Hány diák tanul a Pittsburghi szemináriumban? Milyen az utánpótlás a görög-katolikus hivatást választó körében Amerikában? Pittsburghben a Szent Cyril és Metod szemináriumunkban 16 szeminaristánk tanul, de nem csak szeminaristáink vannak, hanem civil teológus hallgatók is, akik teológus mesterszakon tanulnak. Ők tanulmányaik után visszatérnek a római katolikus, görög-katolikus, ortodox vagy épp protestáns közösségeibe. Soha sincs elegendő papunk. Ha több papunk lenne, több ember tudnánk elérni. Mi nagyon hálások vagyunk az itteni egyház megyéknek azért, hogy papokat küldtek nekünk az Egyesült Államokba még az elején. A legfontosabb, hogy legyenek vezetők, mind a fölszentelt papok, mind a szerzetesek és szerzetes nővérek közül. A laikusok jelenléte szintén fontos egyházunkban, hiszen segítik a papok, püspökök és érsekek munkáját a tanításon, oktatáson keresztül a kantorizáció szolgálatáig az egész ország területén. Mit kíván a görög-katolikus egyháznak, és mit kíván Ábel püspök atyának? Ábel atyának kívánom, hogy folytassa azt a pasztorális tevékenységét, amit Bazilita szerzetesként végzett, hogy továbbra is Jézus Krisztus szellemiségével vezesse a hívőket itt Nyíregyházán és az egyházmegyében. Annak a lelkiségét tartsa szem előtt, hogy zarándokok vagyunk ezen a világon. Maradjon hű őseinek hitéhez.